Egyelőre még félkész állapotban látható Nyíregyháza belvárosában a teljes rekonstrukció alatt álló egykori helyőrségi művelődési otthon. Az épület a jövőben már a Szindbád nevet viseli, szolgáltatásokból pedig nem lesz hiány. Helyet kap benne egy teraszos, 102 férőhelyes bisztró, valamint egy belső udvarral rendelkező kávézó is. Az intézményegység üzemeltetője a Móricz Zsigmond Színház lesz, így a fő állandó tematika a nyíregyházi színház történet bemutatása. Ami a fő attrakció lesz az épületben, az egy 3D-s mozi, ahol színháztörténeti korokat fogunk bemutatni. Lesz még egy green box, ami egy virtuális öltöztető tükörrel egészül ki, lesz VR szemüveg, lesz fotófal, van egy nagyon jól felszerelt rendezvényterem, hangosítással, világosítással, öltözőhelységekkel, illetve nagyon régi álmunk, hogy egy iroda a színház közelébe kerüljön. Ez is megvalósulhat majd. Hát összességében az egész épület egy színháztörténeti múzeum jelleget fog kapni. Ez többek között relikviák, jelmezek, makettek és ikonikus fotók bemutatásával tervezi a színház vezetése. A belső udvarban helyet kap továbbá egy pódiumszínpad is, melyen kisebb színi előadások, koncertek vagy akár egyéni fellépők szórakoztathatják a betérőket. Nyíregyháza polgármestere a pénteki bejárás alkalmával arról beszélt, a belváros vonzerejének növeléséhez elsősorban a kulturális infrastruktúra fejlesztésére volt szükség. Kovács Ferenc kiemelte, a Kálai Kúria és a Besenyei tér felújítása tovább növelheti a megyeszékhely turisztikai értékét. Azok az elemek, amik már megvalósultak eddig, és amik még megfognak, itt ugye a mögöttünk lévő színpad, amit szintén ez év végéig meg akarunk nyitni, úgy tervezzük, azokkal az egyedi kreatív attrakciókkal, amivel egyébként a Kállai Kúria a város történeti kiállítással és a gyűjteménnyel is már rendelkezik. Én azt gondolom, vonzani fogja az embereket. Elsősorban a nyíregyházaiaknak és a megyebelieknek készítjük, de a turisták jönnek, és látjuk, hogy van igény rá, akkor ez egy olyan szolgáltatás, amivel bővül a palettánk, és segíti azt is, hogy ne csak Sóstóra, a turisztikai városrészünkbe menjenek, hanem onnan jöjjenek be ide, lesz miért bejönni. A beruházás a terület és településfejlesztési operatív program keretében 100%-os Európai Uniós támogatással összesen 755 millió forintból valósul meg. A munkálatok várhatóan év végén fejeződnek be.